Volt egyszer két jégtömb. A hosszú télen keletkeztek egy sziklás bozóttal körbevett üregben, a hegyoldalt beborító erdő közepén. Makacs közönösséggel méregették egymást. Viszonyuk meglehetősen hűvös volt, néhány jó napot, egy-két jó estét. Semmi több jégtörésről szó sem volt. Mind a ketten azt gondolták a másikról, igazán eljöhetne hozzám. De a jégtömbök egyedül nem tudtak elmozdulni a helyükről. Igazán nem történt semmi, és a jégtömbök még jobban önmagukba zárkóztak. Az üregben lakott egy borz, aki egy nap így fakadt ki. Milyen kár, hogy itt benn kell lennetek. Gyönyörűen süt a nap odakint. A két jégtömb feljaggyult. Kiskoruk óta tudták, hogy a nap a legnagyobb veszélyt jelenti számukra. Meglepő módon azonban most az egyik jégtömb azt kérdezte. Milyen a nap? Csodálatos. Maga az élet, válaszolta zavartan a borz. Csinálhatná egy kis rést az odú tetején. Szeretném látni a napot, mondta a másik. A borz nem várta meg, amíg megismétli. Fúrt egy kis lyukat a gyökerek közé, és a napmeleg enyhe fénye aranysugárként hatolt be az üregbe. Néhány hónappal később, egyszer délben, ahogy a napfény felmelegítette a levegőt, az egyik jégtömb észrevette, hogy olvadni kezd, és kis patakká változik. Másképpen érezte magát, nem volt már többé ugyanaz a jégtömb, ami eddig. A másik jégtömb is ugyanezt érezte. Pár nap múlva a jégtömbökből két kis folyócska kezdett csordogálni, ki is folytak az üregből, és nem messze onnan csillogó kis tavat alkottak, amelyben az égkékje tükröződött fénylet. A két jégtömb még érezte saját hidegségét, de ezzel együtt a törékenységet és a magányt is. A közös aggodalmat és a bizonytalanságot is. Felfedezték, hogy keletkezésük egyforma, és valójában szükségük van egymásra. Jött két tengelice és egy pacsirta, hogy szomjukat oltsák. A rovarok ott zümmögtek a tó körül, egy puha, hosszú farkú mókus pedig megfürdött benne. És ebben a boldogságban ott tükröződött a két jégtömb, akik most szívet találtak maguknak. Olykor elég egy napsugár, egy kedves szó, egy simogatás, egy mosoly, ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt?